Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, Városunk Önkormányzata nevében is nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Városi Pedagógus Nap alkalmából rendezett kis ünnepségünkön. Ugye többen éppen a felújított Monori Tankerületi Központ épületétől érkeztünk ide, hogy ennek az épületnek az átadására, az ünnepélyes átadására most került sor néhány perccel, egy-két órával ezelőtt, és én azt gondolom, hogy szimbolikus jelentősége van, hiszen ugye ezt a tankerületi központot, ami alapvetően azért nem a közvetlenül vagy direktben az iskolákban folyó nevelő oktató munkát szolgálja, de mégis csak fontos szerepe van abban, hogy a fenntartó, ami ugye jelen esetben most már az állam, megfelelő színvonalon tudja működtetni, és megfelelő színvonalon tudja üzemeltetni a monori iskolákat. Ebbe a feladatába mi úgy segítettünk be, hogy egy gyakorlatilag teljes egészében felújított új épületet adtunk át most a Monori Tankerületi Központ hivatal szervezete részére. Ugye ezt egy belügyminisztériumi, tehát egy kormányzati támogatás segítségével tudtuk megvalósítani, és hát nagyon bízom benne, hogy örömmel vették birtokba azok a kollégáik ezt az épületet, akik az intézményeknek az üzemeltetésével, fenntartásával foglalkoznak. De ugye az önkormányzatnak a szándéka az ugye nem csak arra terjed ki, hogy magát a fenntartót megfelelően elhelyezzük, hanem az elmúlt években is igyekeztünk azon lenni, hogy a sajátjunként kezelve a köznevelési intézményeket, beleértve ugye nem csak az óvodákat, amiknek ugye továbbra is mi vagyunk a fenntartói, hanem az iskolákat is, a jó gazda módjára foglalkozzunk ezekkel az épületekkel, és természetesen ugye a benne dolgozó kollégákkal, pedagógusokkal, illetve a pedagógiai munkát segítőkkel. Ugye csak az elmúlt időszakból hoznék ide egy-két példát erre, hogy azért az önkormányzatunk is próbálja kivenni a részét, hát nyilván az erőforrásai és a lehetőségeihez mérten a helyi köznevelési feladatokból. Ugye éppen a múlt héten kaptuk a jó hírt, hogy az a KEHOP pályázatunk, amiről azt hiszem, hogy talán korábban itt is beszámoltam, az végre nyert, amiben ugye az Ady Endre úti általános iskolának a részleges energetikai korszerűsítését tudjuk megvalósítani, és a József Attila gimnáziumnak a Petőfi utcai épületszárnyának az energetikai korszerűsítésére, a kicsinosítására is sor kerülhet majd ezen program keretében. Ugye elmondtam az átadó ünnepségen is itt a tankerületi központnál, hogy ugye az Okos Város próba vagy pilot programunkban is gondoltunk a monori iskolákra. Ugye az volt a képviselőtestület álláspontja, hogy egy okos város nem létezhet okos iskola nélkül. A megvalósíthatósági tanulmányt azt úgy készítettük el, ebben a egyébként belügyminisztérium által, illetve a kormány által finanszírozott pilot programban, hogy minden monori iskolában szeretnénk legalább egy darab, de adott esetben több okos tantermet is kialakítani az elkövetkezendő időszakban. Ennek a programnak egyébként a megvalósítása már ugye elkezdődött, elindult, tehát hamarosan nagyon bízunk benne, hogy kézzelfogható eredményeket is fogunk tudni produkálni. Aztán itt ott van az összefogásnak, vagy mondjuk az önkormányzati szerepvállalásnak, egy azt gondolom, hogy talán vagy még szebb, vagy szimbolikusabb példája az, hogy a József Attila gimnáziumnak az öltöző épületét, illetve a vizes blokját, a tornacsarnok melletti öltöző épületét és vizes blokját, azt ugye közösen újítjuk fel a monori tankerülettel. Úgy egyeztük meg, hogy hát nagyjából, nem pontosan, de nagyjából ugye fele-fele részben vállalunk kötelezettséget, vagy terhet ennek az épület, egyébként nagyon fontos kiszolgáló épületnek a felújításából. Ugye épül rátérve az óvodáinkra, hogyha már ugye a köznevelésnek a ezen fontos eleméről is szót kell, hogy ejtsünk, ugye épül a bajcsi óvodánk, Bajcsi Zsilinszky úton, ugye formálisan a Petőfi Sándor úti óvodánknak a tagintézménye. Ugye azt lehet mondani, hogy ha már szeptemberre kész lenne, akkor is azonnal meg tudnánk tölteni, hála Istennek, gyerekekkel. Hát most ugye fő a fejünk, és
ugye köszönet azoknak az óvoda pedagógusoknak és azoknak az óvoda vezetőknek, akik most közösen a várossal, mint fenntartóval próbáltak az elmúlt időszakban megoldást találni arra, hogy hova helyezzünk el annyi gyereket, aki megjelent a monori intézményeinkben, akik megjelentek a monori óvodákban. Ugye úgy vágtunk neki ennek a beiratkozást követő szokásos éves egyeztetésnek, amit ugye az óvodavezetőkkel szoktunk lefolytatni, hogyha jól emlékszem, akkor 79 gyereknek nem volt hely a monori óvodákban. Olyan gyerekekről beszélek, akik betöltik szeptemberig a harmadik életévüket, tehát itt a 2,5 éves gyerekeket még nem is soroltam ebbe bele. Azt gondolom, hogy ez egyrésztről egy borzasztó örvendetes és jó dolog, tehát a gyerek létszám az nő, nyilván van egyfajta természetes szaporulat, illetve azt gondolom, hogy a településben van egyfajta természetes beköltözés is, ami az óvodák esetében most már a 3 éves életkorú gyerekek körében ugye jelentkezett. Tehát egy óvodánda egyértelműen hiányzik, egy óvodányi gyerek pluszban megjelent a monori köznevelési rendszerben, és ezeknek a gyerekeknek az elhelyezéséről ugye nekünk gondoskodnunk kell. Átmeneti megoldást tudtunk találni, ugye a Teszvesz óvodának a torna termét áldozzuk be, illetve hát áldozza be az intézmény, amiért ezúton is köszönet az intézménynek, a munkatársainak, hogy ott egy csoportszobát ki tudunk alakítani. Hosszú távon azonban azt gondolom, hogy mindenképpen ennek a városnak arra kell fölkészülnie, és ebben bízunk, illetve a képviselőtestület, az önkormányzat is ebben bízik, hogy egyre vonzóbb lesz a település, és egyre több lesz a gyerek, egyre több gyereket szeretnének majd bölcsödébe, óvodába, illetve iskolába is beiratni, és nyilván erre a megfelelő válaszokat megfelelő időben meg kell találnunk. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, és ugye ez kisváros erre lehetőséget teremt, hogy viszonylag direkt vagy közvetlen kapcsolatban tudok lenni a pedagógusaink, legyenek szó akár óvodapedagógusról, akár iskolai tanítókról, tanárokról, középiskolai tanárokról, vagy intézményvezetőkről. Tehát elég személyes és közvetlen kapcsolatban tudok lenni. És ugye ennek köszönhetően azért én is, és hát azt gondolom, hogy a képviselő társaim is ugye viszonylag jól informáltak vagyunk a napi problémáikkal kapcsolatban, még akkor is, hogyha nem mi vagyunk az intézményeknek egy részének, ugye az iskoláknak a fenntartói. És hát tudjuk azt a helyzetet, hogy ugye több iskolánk ugye a szakos ellátottság tekintetében ugye gondban van, de hát nem kell az iskolákig elmenni, ugye azt is látjuk, hogy az óvodákban ugye egyre nehezebb pedagógust, óvodapedagógust találni, ugye folyamatosan hirdetjük ezeket az álláshelyeket, több-kevesebb, inkább kevesebb sikerrel, de ugyanez jellemző egyébként az iskolákban is. Nem csak a gyerekeknek az elhelyezését kell tudnia az önkormányzatnak biztosítani, hanem azt gondolom, hogy valami megoldást kell arra találni, hogy ne csak a gyerekeknek, illetve a gyerekek szüleinek legyen vonzó ez a település, hanem vonzó legyen a pedagógusok számára is ez a település, és minél több pedagógust, minél több jó pedagógust tudjunk ide csábítani a településre, legyen szó óvodapedagógusról, tanítóról, vagy szaktanárról. Ez az én régi álmom, vagy gondolatom, ötletem, vagy javaslatom, amit azt gondolom, hogy majd egy következő testületre vár esetleg a megvalósítása, hogy bizony Monoron szolgálati lakásokat kellene építeni, meg kéne indítani egy szolgálati lakás programot, mert ugye nagyon jól látszik, hogy a pedagógusok esetében is, de egyébként más nevezik úgy, hogy értelmiségi hiány szakmák esetében is megoldást jelentene az, hogyha mondjuk akár távolabbi vidékekről, ahol nem pedagógus hiány, hanem adott esetben túlkínálat van, ide tudjunk csábítani pedagógusokat a településre. Úgyhogy ha visszatekintünk nem 10 meg 20 évre, hanem mondjuk a 70-es, 80-as évekig, és hogyha megnézzük, hogy ennek a városnak a jelenlegi elitjét, vagy az elitjének egy részét, az értelmiségnek egy részét azt kiadja, akkor azt látjuk, hogy ezek olyan tanárok, orvosok, bírók,
akik azért jöttek ide, azért kerültek ide Monorra a 70-es, 80-as években, mert itt kaptak szolgálati lakást. Tehát ez egy nagyon fontos vonzerő volt akkor a településnek, hogy tudott biztosítani ezeknek az egyébként a város szempontjából fontos értelmiségi és a város lakókat szolgáló szakmák művelői, képviselői számára szolgálati lakásokat. Én azt gondolom, hogy ezt a programot valamilyen módon az önkormányzatnak, akár egy kormányzati támogatással, de el kellene indítani az egészségügyben, és hát a tanári pályán, a pedagógusi pályán is azt gondolom, hogy nagyon nagy segítséget nyújtana. A rendőrséggel már van egy ilyenfajta együttműködésünk, ugye a rendőröknek biztosítunk évek, évtizedek óta szolgálati lakásokat, és ezt használják is, ki is használják folyamatosan. Szeretném megköszönni ezúton az egész éves munkájukat és a kitartásukat. Az, hogy a monori oktatási intézményekben valóban magas színvonalú oktatási, nevelési munka folyik, azt én, mint szülő is meg tudom erősíteni, több oldalról, vagy több szempontból is. Ugye erre tavaly már utaltam, ugye egyik oldalról a negyedikes gyerekemnek a leckét már nem mindig tudom saját fejből megoldani, és ugye ez az bizonyítja, hogy egészen magas színvonal az oktatás, mert nekem is problémát okoz besegíteni a leckébe, mert egyszerűen annyira nehéz már a negyedik osztályban, bár ez nyilván önkritika is a magam részéről. Másrészt pedig arról kell, hogy beszámoljak, hát itt most természetesen az iskolák képviselőinek, illetve az iskolákban tanuló pedagógusoknak, hogy a gyerekeim imádnak iskolába járni. Most, hogy másfél hét van belőle, és már túl vannak az utolsó nagy dolgozatokon, meg lassan lezárják őket az összes tárgyból. Egyszerűen kivirultak, nagyon szeretik az iskolát. Ugye normál üzemmódban nálunk a reggeli felkelés és az iskolára való készülés, ugye két lányom vonatkozásában az egy ilyen szenvedés történet volt, és ugye ebben hát minden színészi tehetségüket bevetették, hogy húzzák ezt a folyamatot. Már gondolkodtam rajta, hogy Patkos doktor figyelmébe ajánlom a két lányt, mert hihetetlenül hiteles alakításokat látok minden reggel. A Great Teamnek ugye egy külön technikája van erre. Szerintem ők környezetből már tanulhattak az oposszumról. Ugye ő az, aki, hogyha veszélyhelyzetben érzi magát, akkor halottnak tetteti magát. Most a Gréti ugyanezt játsza, tehát reggelente hosszasan halottnak tetteti magát, és úgy gondolja, hogy így menekül meg egy fenyegető helyzet az iskolába való elindulásnak a rémképe elől. Hát végezetül, bár sok mindenben nem értünk egyet, de én Vekerdi Tamás professzor úrnak egy közelmúltban olvasott ilyen kétrészes interjújából szeretnék egy gondolatot idézni. Szerintem biztos sokan olvasták, nagyon tanúságos egyébként, aki ugye azt mondta elsősorban ugye a szülőkre vetítve, de azt gondolom, hogy a gyerekeknek a nevelésében, oktatásában oroszlán részt vállaló óvodapedagógusok, illetve iskolai tanárok, tanítók esetében is ez abszolút igaz, hogy a gyerekek azok lerágják a húsunkat, kiszívják a vérünket, és lerágják a csontunkat, és a szülőnek, és teszem hozzá a pedagógusnak, ugye azért kell mindig kipihentnek, frissnek lennie, azért kell időnként kikapcsolnia, hogy a gyerekek azok folyamatosan jól rágható csontot, jól szívható vért kapjanak. Most én azért kívánok önöknek jó pihenést a nyárra, hogy szeptembertől ismételten jól rágható legyen a csontjuk, jól szívható legyen a vérük, és valóban kipihenten térjenek vissza köznevelési intézményeikbe. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see.
when we all together dancing cheek to cheek. The cats that hung around me to the wind seems to vanish like a glimmer's lucky streak. When we all together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb the mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. I love to go fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much dancing cheek to cheek. Dance with me all of my arms about you, jumps about you, will carry me to do 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 do. So that I can hide this fear, and I seem to find the happiness I see. When we all together dancing cheek to cheek. Tisztelt hölgyeim és uraim! Önkormányzatunk képviselő testülete az idei évben 19. alkalommal ítélte oda Monorváros nevelési, oktatási és közművelődési díja kitüntetést. A városunkban kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző, illetve a közművelődést leginkább elősegítő személyeknek. A kitüntetés emlékéremből, oklevélből és pénzjutalomból áll. Figyelemmel az Emberi Erőforrások Bizottságának a javaslatára, 2019. évben két személy kapja meg ezt a díjat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Monor város önkormányzatának képviselő testülete a 2019. évben Zsákai Éva részére Monor város nevelési, oktatási és közművelődési díjat adományoz. Zsákai Éva a Monori Szivárvány óvoda dolgozója, pályáját 1991-ben kezdte óvodapedagógusként Monoron, azóta folyamatosan a városban dolgozik, jelenleg intézményvezető helyettesként. Munkája során a kezdő kolléganők beilleszkedését, szakmai gyakorlati tapasztalatainak megszerzését rendszeresen segíti. Az óvoda éves munkatervében meghatározottak szerinti felelősi munkáját maradéktalanul elvégzi, illetve ezen felül munkát is szívesen vállal. Az óvodát érintő pályázatok elkészítésében tevékenyen vesz részt. Az óvoda fejlesztésében, szépítésében aktívan közreműködik. A veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyermekekkel megfelelő bánásmódot alkalmaz, azokat differenciáltan neveli, oktatja. Gratulálunk a kitüntetéshez, és további jó munkát kívánunk! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Monor város önkormányzatának 2000 képviselő testülete 2019-ben dr. Zöldi Lajosné részére Monor város nevelési, oktatási és közművelődési díjat adományoz. Ott van lépcső, ugye? Ott van valami kinyitó. Gratulálok, további jó munkát kívánok. Alpolgárnak kerültek egy virágot Dr. Zöldi Lajosné, a Monori Kossuth Lajos óvoda pedagógusa,
óvoda pedagógusi képesítését 1979-ben a Nagykörösi Arany János Gimnázium és Szakközépiskolában szerezte, majd 1984-ben óvoda pedagógusi diplomát kapott a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. Munkája során fontosnak tartotta szakmai tudásának megújítását, frissítését. Az évek során a néphagyomány, népzene, néptánc iránti érdeklődése elhivatottsággá alakult. Örömmel adja át a kollégáinak és a gyerekeknek a hagyományőrzéssel kapcsolatos tudását, ismereteit. Több éven keresztül volt vezetője a néphagyományőrző szakmai munkaközösségnek. Munkáját a szakma iránti elkötelezettséggel, lelkiismeretességgel végzi, megértéssel, elfogadó, befogadó szeretettel fordul a gyermekek felé. A szülőkkel harmonikus kapcsolatra törekszik, fontosnak tartja a családokkal való jó kapcsolat kialakítását. 2005. szeptemberétől egyik alapító tagja a Monori Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesületnek. Több éven keresztül keresztszülőként támogatta az Erdélyben élő magyar csángó gyermekeket, a keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület tagjaként. Gyakran vett részt az erdélyi népzenei és néptánc találkozókon is. Gratulálok hozzá, és további jó munkát kívánok! A pedagógus nap az az alkalom, amikor én nyújthatom át a díszoklevélben részesülő pedagógusok számára az elismerést, illetve az elismeréseket. Az a díszoklevél, amelyet most fel fogok olvasni, aminek a szövegét fel fogom olvasni, az Huszti Jánosné részére szól. A díszoklevelet a Kecskeméti Római Katolikus Népiskolai Tanítóképző Intézet állította ki, amelynek a főiskoláján 1944. április 27-én oklevelet kapott. 75 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységét ismerjük el ezzel, és ennek bizonyságául állították ki ön számára ezt a gránit oklevelet a Neumann János Egyetem nevében a rektor úr, és amelyet ezúton szeretnék most átnyújtani. Huszti Jánosné nyugdíjas pedagógus, tehát ahogy említettem, ugye a díszoklevélből olvastam, 1944. április 27-én szerezte tanítói oklevelét Kecskeméten az Angol Kisasszonyok Tanítóképző Intézetében. 1946. február 19-én történt kinevezésétől kezdődően 1951. szeptemberéig a Cséfharaszti iskolában tanított. 1951-ben a Munkássőr általános iskolába helyezték, ahol fizikát, kémiát, matematikát tanított. 1954-ben a Kossuth Lajos általános iskolában kezdte a tanévet, alsó tagozatosokat tanítva. 1987. január 1-től nyugdíj mellett megszakítás nélkül tanított 1991-ig. Pályafutása során szívesen végezte feladatát, mindig jó kapcsolata volt a nevelőkkel, a szülőkkel és a tanulókkal egyaránt. Szolgálati ideje alatt egyetlen napot sem hiányzott. Zárójelben azt írták ide nekem, hogy sem betegség, sem egyéb elfoglaltság miatt. Ezúton fogadja jó kívánságainkat, és a nyugdíjas évekhez további jó egészséget kívánunk önnek. És akkor szeretnék még ismertetni két olyan nyugdíjas pedagógust, akik szakmai tevékenységük elismeréseként kitüntetésben részesültek, azonban a díszoklevelet a kiállító iskola által a lakcímükre kérték továbbítani, de azt gondolom, hogy ezen a helyen is illik róluk is megemlékezni. Borzsákné Zilahi Eszter a 70. évforduló alkalmából az ELTE tanító és óvóképző karának Rubin díszoklevelében részesült.
Szent Annai Ferencné 65. évforduló alkalmából a Nyugat-Magyarországi Egyetem vas díszoklevelét kapta. Zántó Józsefné 65. évfordulóra a Nyugat-Magyarországi Egyetem vas díszoklevelét vehette át. És dr. Zimányi Gyuláné a 65. évforduló alkalmából a Károli Gáspár Református Egyetem vas díszoklevelében részesült. Ugye mindannyian a Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusai voltak hosszú éveken keresztül. A kitüntetett pedagógusoknak pedig ezúton is távollétikben is jó egészséget kívánunk a nyugdíjas éveikhez.